A videót a notebook.hu támogatta. Na hát, szavaztok, srácok! Itt vagyunk a következő Forzában. Azt mondja, hogy vásároltunk tulajdonképpen egy futárszolgálatot, ami egy eléggé express futárszolgálat. Nem tudom, hogy ez új cucca vagy sem, én most láttam meg, nyilván már nagyon ritkán játszok ezzel a játékkal. És én vagyok most a sofőr. Úgy néz ki a dolog. És gondolom, jó gyorsan kell leszállítani, úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni. Fogalmam sincs, egyszerűen kezdjük veled, legyél óvatos a furgonnal. Értékes számomra. Aha, értem. Parkold le a kocsit. Jó, tehát nem nagyon kéne neki menni semminek. Ez így nagyon jó lesz, mert azért ez viszonylag necces. Mert ezzel az autóval azért annyira nem könnyű menni. Hűha. És van még egy percem odaérni. Oké, hát ez ilyen, ki kell tapasztalni azt, hogy milyen az autó, de rohadtul nehéz ennyi idő alatt, ráadásul csúszósak az utak is. Jó kis téli időszak van. Nem szabad annyira gyorsan belemenni, Jézusom! Most mi történt, hogy neki mentem? Semmi? Jó, nem kaptam érte semmit. De hallod, nem fogunk odaérni. 2 kilométer 35 másodperc alatt. Jó van, próbálok nagyon figyelni az autóra is. Szóval, hogy megnézzük ezt a dolgot. Mindig írjátok nekem, hogyha valami olyat nyomok, amit már más tolt, hogy de hát ezt már a pücsimpöcsöm nyomta. Srácok, higgyétek el, hogy fogalmam sincs, hogy ki csinált, ki nem. Én maximum, nagyon maximum az István videóit szoktam megnézni, de az se végig. De azon kívül meg senki mást. Én gyártom a videókat, nem nézegetem. Úgyhogy igen. Na! Hát, baszki, a rohadt életbe le kell parkolni, azt hittem csak be kell ide jönni, de nem. Hát de mi az, hogy park ide az út közepére? Átmentél az első teszten, eljutottál A-ból B-be. Amint kigondolom, a következő szállítást hívlak. Nézzük meg a következő szállítást, biztos nehezebb lesz, mint ez. No, és akkor itt is lennénk a következő fejezetnél. Nem tudom, én ezeket általában tök szeretem, úgyhogy nézzük meg, mit kell. Emlékszem, meséltem neked erről az egész speciális utasítások mizériáról. Na hát erre a következő különleges... Olyan gyorsan nyomja, hallod? Szellőző... És ne aggódjon, egy kicsit hápog. Mit viszünk? Aha, viszünk valami állatot, srácok. Aha, és akkor igen, erre már... Azt a rohadt életbe, erre már nagyon kell vigyáznunk, mert ez már tud sérülni is. És viszonylag kevés időnk van rá. Hű, hallod? Hát lehet túl óvatos. Hogy hápok, hallod? Mi a picsimet viszünk? Hát gondolom kacsát, nem? Hűha, jó nagy a forgalom. Jó. Nem akarom túltolni, srácok, már. Ha túl gyorsan mész, hallod, oda csapod, mint az állat. Nagyon kis értetlen ez az autó ebből a szempontból. Most miért ott akar? Hogy? Az anyádat, hogy akartál engem te vinni? Ezzel most annyi időt vesztettünk, mint az a... mint az állat. Hú! Hoppá! Jó, azt nem érzékelt a sérülésnek. Jó, persze, majd olvasom közben, ugye? Azaz. Kacsát viszünk, baszki. Jó. Jó, hát igazából easy. 30 másodperc, csak annyi, hogy... Aha. Annyi, hogy ugye meg kell állni mindig, mert ezt mindig elcsesszük. Figyelj, teljes... Ez 3 csillagos. Ezek még easy-k, ugye? Majd jön itt a... Jön itt majd a nehezebb része, de ez még... Ez még teljesen easy. Ja, Isten, egy kicsit arrébb. Oké. Egy újabb elégedett... te elégedett vagy... Jó, hát mindenki elégedett. Kacsa a vízben! Na jó, ez 3 csillag. Nézzük a következőt. Hát, ha most már lesznek nehezebbek, ugye ezek ilyen bevezetők. Meglátjuk. És a következő fejezet, 3. szint érkezik.
Úti cél nem található. Surströmmingről. Aha, vigyázzon kell arra, hogy ne menjek neki semminek. Vigyázzon kell arra, hogy ne menjek neki semminek. Micsoda? Vigyázzon kell arra, hogy ne menjek neki semminek. Időm az most elvileg bőven van, ha bár ez a 2 perc 10 az annyira nem sok. Valami halat viszünk, megint. Ezt a rohadt teget, hát hallod, úgy csúszok én ezzel az autóval. Jó, mindegy, az a lényeg, hogy ne menjek neki semminek, és mondjuk érjek oda időben. Azért ez a 2 perc 10 az azt mondta, hogy annyira nem számít az idő, hát kösz. Persze. Azt a rohadt, jó. Ne! Jó, egy picit sérült az autó, ezzel nem tudunk mit tenni. Ez már megtörtént. És akkor itt egyenesen... Ja, itt szivatott meg az előbb, baszki. Nem is értem, mit gondolt itt magáról. Oké, tehát egyenesen. Azt mondta, vegyek egy konzervet. Hagyjál már engem béké, hallod, direkt szivat. Hogy véletlen nehogy aztán izé legyen itt. Neki durranjak valaminek. Ezt a rohadt... Hát de baszki, hát nem fordul be az autó. Jó, mondjuk négyesbe voltunk, tehát hogy így... Szépen elképzeltem, hogy majd hogy beforgatom. Egyelőre az a baj ezzel a móddal, vagy hát ilyen kihívás sorozat, vagy én nem is tudom minek mondanám, hogy ugyanazon az útvonalon kell menni, tehát hogy így... Az elsőre már nem emlékszem, de az utcsó kettőn ugyanazon az útvonalon megyek. És akkor itt annyi, hogy változik, de hallod, nem fogok odaérni, ám olyan lassúcska vagyok. Jó, gyorsan, 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 van 30 másodpercünk. Viszem le a kerítést, mindent. Oda fogunk érni. Szóval, hogy így nagyjából ugyanazon az útvonalon kell menni. Mindegy, ezeket szeretem kipróbálni, hogy nektek is be tudjam mutatni. Aki esetleg érdeklődik ezek iránt. Na gyerünk, ott van az, meg van. Jó, én értem, hogy próbálnak egy ilyen körítést találni, de nem tudom. Van egy rossz hírem, rossz hír, hogy a haverom Nils elköltözött és rossz címet adtál meg. Úgyhogy a legutóbb sikerült kiszállítanunk egy nagy doboz büdös halat Mr. és Mrs. Arthur Didcottnak, akik érthetően zavarba... Mindegy. Ja, oké, tehát nincs messze az új lakása. És akkor menjünk tovább, mert... rossz helyre hoztuk. Jó, erre már csak 1 percünk van. Ajajaj. 1 percünk van. Hát ez nagyon kevés. 2,6 kilométer. Hát mondanám, hogy levágom, de nem, mert ez a büdös hal, ez szana széjjel fog itt asszalódni. Úristen, azt néz. Na várjál. Hát rohadtul nincs erre már időnk. Oké, megpróbálunk odaérni, srácok, de ez baromi... Ó! Oh! Az anyád úristenit. Mondanám, hogy átvágom, de... Átvágjuk? Hát nem, mert itt megy majd az út. Aha, itt megy majd az út, nem kell fosni. De 15 másodperc. Hát srácok, nem fogunk odaérni. Aha, nyilván tovább csúszunk, köszönjük szépen. Nem baj, így megyünk. Elvileg sérülhet az autó, mit akarsz? Aha, 15, az a 2 csillag. De hülye vagyok, hát azt hittem, hogy nem sérülhet most se az autó. Figyelj, megvan. Megvan 15. Baszki, hát miért oda? Úristen, benne voltunk. Egy azt a rohadt fél másodpercen múlt a két, vagy a, az, hogy nem kapjuk meg a 2 csillagot. Na, legalább volt benne valami változatosság. Nézzük meg a következőt. Árkon bokron át, ez való nekem. Ezután az egész büdös hal történet, de örülök, hogy itt vagy. Speciális utasítások dobozban. Micsoda a szállítási vagy bontási megbízás? A helyi tanács segítséget kér.
az út letakarításában a pénz nem jelent akadályt. Az akadályok szintén nem jelentenek akadályt. Aha, tehát akkor most rohadtul át kell mennünk valamin? Ja Istenem. Ez, azt mondja, az akadályok nem jelentenek. Aha! Ezeket kell lebontani? Kukás. 100%. Mi az, hogy kukás 100%? Juss el a következőig. Jaha! Várja, nem úgy van az. Baszki megszívott, mert egyszer azt kéri, hogy parkolj le, utána meg hát juss el, tehát hogy menj... A rohadt életbe. Ez nem adta ki. Ezt úgy hívják, hogy nem adta ki. Rohadtul nem fogunk odaérni, hallod, itt elcsesztem az időt. Nem adta ki ilyen, jó van, azt hittem kifogja. Oké, várjál. Nem úgy van az. Olyan könnyűnek látszik amúgy ezt irányítani, de közben meg egy rakás szar. Oké. Oké, egyenesen kell tovább menni. Hallod, nem fogunk odaérni. Parkolj le. Oké, tehát az útcsónál már le kell parkolni. A kettő csillag, amire hajtunk, mert a három biztosan nem lesz meg. Oké. Baszki, ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem, komolyan mondom. Ez nem lehet megállni. Jó. Hát nem nagyon jó ez így. Ezek nem tudom, hogy most viccesek akarnak lenni, vagy nem, amiket itt írogatnak. Na nézzük a kövit. Ami egyben az utolsó is lesz. Most. Annyira amúgy nem tetszik ez, mert olyan... Az Horizon UK-ben minden az Express Delivery akarja. Nem szeretem az ilyen bullshit-eket amúgy. Mi szállítjuk az italokat? Italok és show. Oké, tehát el kell vinnünk az italokat, ez a biztos. És akkor gondolom nem törhet szét. Nyilván benézek a csomagtartóba, semmi nincs benne. Köszönöm szépen. Jaj, ne... Ne beszélj már. 4 percünk van. Ja, 6,2 kilométer. Te jó Isten, hogy viszed? Aha. De megsérülhet. Már mint nincs arra utasítás, hogy ne sérüljön meg. Ezeket jó az elején tudni, hogy aztán mehetünk-e esetleg tökönbabon keresztül, avagy sem. Oké. Na, akkor az utazási tempót felvesszük, kicsit elkezdünk gyorsulni. Úgy látom, hogy itt már egyenesen fogunk menni. 4 perc, az nagyon necces. Hú, jó. De ugye tényleg nem számít az, hogy széttörjük vagy sem. Ez érdekes, hogy pont italoknál nem számít. Jó. Nem? Tehát, hogy így gondolnád, hogy hát az italokat nem szabad széttörni. Ezt... Közben bármikor, parancsoljál. Na figyelj, az ott parkolj le a célzónában. Oké, hát akkor kicsit azt gondoltam, hogy izgalmasabbá tesszük utunkat. Hűha, az egy ég volt. Nincs 7-es az autóban. Kicsit ezeket a fákat itt kikerüljük. Nem tudom, hogy hülyeséget csinálok-e vagy sem, nem tudom, hogy itt van-e valami part, vagy bár... Oha, mi volt ez a fa? Jó, figyelj! Aha, jó, hát ez számítható volt erre. Vagy na, számítottam már erre. Egyszer neki durrantunk. Gyerünk, mennyi. Figyelj, 4 percünk van rá. Ott járunk, hogy 800 méterre vagyunk. Parancsoljatok. Mit akartok? Oké. Hogyan vagyunk? Itt fel. Srácok, ez nekem való. Tökönbabon lehet menni, mint az idióták. Oké. De szép ez a várom úgy. Express Delivery. Oké, itt be. Azt a rohadt, hogy oda kentem neki. Tök jól lehet ezzel az autóval driftelni, ez a büdös nagy helyzet. Várjam, ez nem biztos, hogy itt vége van. Tehát, oké, most leszállítottuk. Hello, megjöttünk, szavaztok. Nagyszerű, mind készen állnak? Mi a helyzet veled? Te is készen állsz? Akkor showtime. Milyen showtime? Már megint rossz helyre hoztuk? Oh,
Hát ezt észrevettem, hogy nem egy egyszerű furgon. Igen. Kátrány egy sár fű, homok. Ja Istenem, most össze-vissza kell mennünk? Aha. Szóval kocsival kell bemutatóznom. Én meg a kocsi bemutatás. Teljesítsd a trükk célt. De hol? Itt bárhol? Hát nem néz senki. Nem mehetek el innen? Figyelj, olyanok a trükközök, beszarsz. Na várjál, lemegyünk akkor a partra. Nem tudom, hogy le lehet-e menni. Ó! Orra néztél? Vigyáztam. Na, azt mondja, hogy teljesítsük a izét. Próbálunk itt driftelgetni, mit szóltok? Hú-hú-hú! Hát ez csodálatos. És mennyi időnk van rá? 2 perc? Az easy. Figyelj. Figyelj, olyat keverünk itt, hallod? Orra nézé. Azt mondja, koktélt keverni. Hát ez olyan is. Na, van még 15 ezer. Oda nézé. Átszlalomozunk mindenen? Mit akartok? Aha, figyelj csak oda. Szóljatok, srácok, ha kell driftoktatás. Bárkit megtanítok jó pénzért. Oda nézé. Ugye? Azért ez nem akármi ám. Csak mondom. És ez itt mi? Figyelj, tökön babon mindenen. Egyesbe, kettesbe, most felgyorsulunk. Meggyorsulunk, figyeld. Olyan driftet nyomunk itt, mindenki összehugyozza magát. Orra nézzé. Na most? Ugye? Ti is összehugyoztátok magatokat. Figyelj csak oda. Aha. Ugye? Ugye? Durva mi? Ezt bárkinek, bármikor megtanítom. Baromi nehéz egyébként, úgyhogy vigyázni kell azért. Habár, hogy ebből a kastélyból már mit látnak, az egy nagyon jó kérdés. Gondolom semmit. Ja, aha, hogy olyan sokat kéne csinálni. Várjál már. Azt hittem, hogy csak 25 ezret. Olvasni majd megtanulok. Orra nézzé. Hát ebből nem lesz semmi már amúgy. Oké, 59 ezer. Hát ez egy erős 2 csillag. Figyelj, de az megvan. Tehát, hogy így az elég nekünk. Szerintem ebből... Aha! Látod, ez volt a 3D flip-flop. Tökéletes. Most kirakjuk az italokat és a rákcsárni valót a kastélyra, és aztán csendben lelépünk. Azt hiszem, erről még egy darabig beszélni. Hát erről mindenki beszélni fog, srácok. Nyugodtan, montázsokat lehet belőle csinálni. Alátenni jó zenéket. Olyan volt, hogy beszarás. Ha gondoljátok, majd megtanítom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a csodálatos videóban. Annyira nem nyerte el a tetszésemet ez a... Azt hittem, többet vártam, mert nem tudom mit, de többet. Ez van. Úgyhogy, ha tetszett, adj lájkot, nyomjatok rá. Köszi, hogy itt voltatok. Notebook.hu-ra csekkoljatok rá. Itt van a leírásban. És hát, ha szeretnétek gamer cuccot, bármit azt ott a vásárolni. Hello, szevasztok! I sober, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I